Sziasztok, én Miron vagyok, és amit láthattátok, egy különleges helyen vagyok, itt a pályán. És most gyakorolgatni fogok egy fél órát, ugyanis hamarosan zár. Most tudtunk csak videózni, mert sokan voltak, de remélem, hogy ez is megfelel nektek. Megpróbálok minél több ugrást rögzíteni, és gyakorolgatok is egy kicsit. Megpróbálom beadni a vászpörgetést, azaz rövidesen vápét. Úgyhogy találkozunk fent a pályán. És hát akkor most a vápét fogom gyakorolgatni. Nem lesz annyira sok időm rá, de hát ha sikerül, én amit mondani szoktam, hogy minden próbálkozás egy újabb remény, úgyhogy nézzük azt a vápét. És igen, itt jött el az a pillanat, ahol elkezdtem próbálkozni, ezerrel nyomattam, próbáltam megcsinálni, beadni a vápét. Amint láthatjátok itt a felvételeken is, sokat próbálkoztam, majdnem sikerült is. Hát ezt még gyakorolni kell azért, hogy sikerüljön, de remélem, hogy ez is megfelel nektek, hogy ezt is rögzítettem. De akkor nézzük tovább. Sikerélményem lesz a videó végén, nézzétek végig, és hát akkor folytassuk. Ой, бат.
És igen, itt is a kőkemény próbálkozás. Nem mertem ráérkezni a rollerre, nem is tudom, hogy miért. Talán azért, mert féltem, hogy még egyszer elesek annyira, amennyire elestem. Ezt elmondom a videó vége előtt egy pár perccel. Mindjárt lesz egy nagyon kínos esésem, nézzétek meg, utána el is magyarázom, hogy hogy történt. Nem tudom, mennyire látjátok, ezt nem is gondoltam volna, hogy így fogok elesni. Jöttem, ugrottam egyet, majd mielőtt leérkeztem, elengedtem a lábammal, aztán elkezdtem előre fele futni, majd a saját lábamba megbotlottam és lecsúsztam az érkezőbe. Fú, azért megijedtem, megállt az ütő. Próbálkozok még párszor, aztán ez a videó ennyi, mert nem, nincs több időnk sajnos. Majd talán holnap is videózgatunk, de ez egyáltalán nem biztos. Úgyhogy akkor folytassuk. Már csak egy ugrás fél bele. Most kell megcsináljam. Úgyhogy remélem sikerülni fog, és valamább ennyi sikerélményem lesz, de nem kívánok tovább. Inkább megpróbálunk beadni. Megvan! Hát sikerült. Nem tudom, mennyire láttátok. Nem is sikerült annyira elengedjem, tehát nem így sikerült, hanem csak így ennyit. De sikerült! Ennyi sikerélményem van. A vápé még nem sikerült, de nem is baj. Legalább plusz egy trükkel gazdagabb vagyok, amit sikerült megcsinálni. Úgyhogy vagy útközben, vagy otthon, Tali. Na hát közben itt vagyunk már, ülünk a padon, vagyis hát ülök a padon. Köszönöm szépen az operatőrséget anyukámnak, aki felvette ezt az egészet, és köszönöm szépen a pályának, hogy megadta ezt, hogy sikerüljön beadni a nullábat, így az utolsó ugrásnál. Egyébként gyors story time, estem egy nagyon nagyot, sajnos nem vettük fel, nem az hanem még a zárás előtt egy órával egy nagyon nagyot estem. Annyi volt az egész igazából, hogy csinálni akartam egy vászpörgetést, és ahogy elpörgettem a vászt, úgy előre estem, megpördültem a levegőbe, és leestem, meghúztam itt oldalt mindenemet, illetve éreztem, hogy beütöttem itt is a fejemet. Szerencsére rajtam volt a bukósisak, hogyha nem lett volna rajtam, valószínű, hogy nem ülnék most itt, de ilyenre ne is gondoljunk, az a lényeg, hogy elestem, jól vagyok és beadtam a trükköt. Még otthon találkozunk, bocsi, rövid lett ez a videó, de ezt majd otthon, mert még nincs vége. Na hát tegnap nem sikerült befejezzem a videót, mert teljesen elfelejtettem, el voltam fáradva, úgyhogy így fogom befejezni, remélem, hogy ennyi. Hát ez a 8 perc elég volt így a legelső rollerezős videómnak. Hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, leírást is nézzétek meg, pár dolgot be fogok oda írni, ami akár fontos is lehet. Holnap érkezik egy újabb videó a videós találkozóról, ugyanis megyünk, megpróbálom levlogolni nektek. Úgyhogy akkor én Mirom voltam. Sziasztok!